Zagzsus Miszk Kft. Milyen termékekkel van itt jelen? Elsősorban Kvernelandő munkagépek forgalmazásával foglalkozunk, mint látható itt a Kvernaland TL műtrágya szóró, DL vetőgép permetező, és még hoztunk egy Kvernaland EK-t is. Vejdemar rakodóból hoztunk még 3 darab gépet. A termékpalata az hogyan áll össze? Tehát mi a főszegmens? A főszegmens a Kvernaland munkagépek, illetve a Damman önjáró permetezők. És akkor ehhez kapcsolódik még bele a Vejdemar rakodógépek, Scheffer rakodógépek, Iszeki kis traktorok. A palatta összeállításánál figyelembe lehet venni a gazdálkodónak az igényeit? Elsősorban inkább a precíziós gazdálkodás felé hajlunk, és ezeket a gépeket is áruljuk, de hogyha valaki nem ezt szeretne, vagy nem akar ekkora beruházást, akkor mindig azon vagyunk, hogy a neki megfelelő gépet megtaláljuk. A partnerek eddig mennyire találták itt meg a céget? Tehát volt olyan, aki szívottan meg volt ide hívva, hogy jöjjön el és itt is találkozzon az Agrus Pizzán? Mindig törekszünk arra, hogy az ügyfeleinkkel a lehető legjobb kapcsolat legyen, és ez egy kiváló alkalom arra, hogy személyesen is tudjunk találkozni, nem csak telefonon, e-mailben. Tudjuk, nehéz év áll mögöttünk, vagy majdnem mögöttünk. Esetleg hogyan lehetett ezt úgy tehát túl lenni ezen a pandémiás helyzeten, hogy akár a termékfejlesztés, akár a forgalmazás az ne csorbuljon? Szerintem a mi szegmensünket nem érintette olyan mértékben, mint teszem fel másokét, hogy mi nem vettünk észre forgalom visszaesést. És próbáltunk rugalmasak maradni ebben a helyzetben, akár tavasszal, vagy most mi nem tudjuk, hogy az őszi szezon milyen lesz, de itt is arra törekszünk, hogy minél rugalmasabbak legyünk. Az, hogy a gépeknek az eladása tehát megtörténik, hiszen ezzel nem ér véget egy terméknek a gondozása, mert ott van a szervizkérdés és az alkatrész is. Nem csak a gépértékesítő adja el a gépet, hanem ugyanúgy részt vesz ebbe a szervizes és az alkatrész forgalmazó is. Mi erre odafigyelünk, és szoktuk tartani a kapcsolatot az ügyfelekkel. Arra van a példa, hogy az ügyfél, amikor egy termék elégedett, utána visszajön és azt mondja, hogy na, akkor én még egyet szeretnék, esetleg egy hasonlót, vagy egy másik szegmensből, amit a cég tud forgalmazni. Talán ez a leggyakoribb, hogyha valaki vesz nálunk egy gépet, és megvan velünk elégedve, akkor lehet, hogy a többi gépét is tőlünk veszi, és akár egy komplett gépcsoportot tudunk neki eladni.